Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával, az Anime and Japan Critics. Majdásomban ismételt egy eléggé érdekes, illetve nagyon is drámai történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a Hoshi no Koe. A Hoshi no Koe műfelt tekintve a romantikus dráma és a sci-fi kategóriájához tartozik. Maga a történetünk legelőször light novel formájában jelent meg, 2002-ben Oba Waku tollából, aki ezidáig egy kötetet publikált. Ám nem sokkal ezt követően, 2002. február 2-án egy 25 perces ova formájában az anime is megjelent, Makoto Shinkai révén, aki rendezőként és forgatókönyvíróként vállalta a főszerepet, míg ezt követően 2004-ben általa jelent meg az egykötetes manga kiadvány is. Történetünk a jövőben játszódik, ahol az emberiség az űrutazás fejlődésével új veszéllyel találta magát szemben, avagy az invázióra készülő idegenekkel. Ebben az időszakban válik felnőtté Noboru és Mikako is, akik közül a fiatal lány bevonul az ENSZ űrvédelmi erőibe, és messze a földtől lévő csatákban vesz részt. Azonban a véres csaták közben nem felejti el gyerekkori barátját, Noborut, akivel sokáig csak a barátság kötötte össze őket, ám a távolság során hamar rájönnek, hogy érzéseik egymás iránt sokkal mélyebbek az ilyen köteléknél. Így végül Noboru is döntésre jut, amely révén maga is csatlakozik az ENSZ haderőhöz, hogy megmentse az időközben bajba jutott szerelmét, akit szeretne még egyszer a karjába zárni. Összességében egy gyenge képi és közepes hangvilágú történetet kaptunk, amely kiváló cselekménnyel és még remekebb drámai szállal rendelkezett. Tetszett a távolság ábrázolásának a módja, avagy a karakterek fejlődése is, talán egyetlen hibának a történet lezáratlanságát mégis meg kéne említenem. Ám még ezek ellenére is, ha értékelnem kéne, akkor a Hoshi no Koe egy 10/6-os alkotást lenne az én megítélésem szerint. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!